Eminenciás és főtisztelendő bíboros úr, főtiszteletű püspök úr, tisztelt hallgatóság! Bár a két prominens személyt nem kellene bemutatni, hiszen mindenki ismeri, mégis, ahogyan Balla Péter rektor úr is említette, most nem csupán egyházi méltóságukban, hanem mint teológusok is vannak közöttünk. Éppen ezért hallgassuk meg mindkettőjük egyházi és tudományos életútját. Erdő Péter bíboros, teológus, kánonjogász, egyetemi tanár, a Központi Papnevelő Intézetben a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémián folytatta teológiai tanulmányait. Itt szerezte meg 1975-ben a licenciátust, és 1976-ban pedig a teológiai doktorátust. 1977 és 1980 között Rómában a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasaként a Lateráni Pápai Egyetemen kánonjogot tanult. Itteni tanulmányai befejezéseként kánonjogi doktorátust is szerzett. 1980 és 1986 között teológiai tanár volt az Esztergomi Hittudományi Főiskolán. 1983-ban habilitált Budapesten. 1986 és 2002 között a római Gregoriana Pápai Egyetem megbízott tanára, majd meghívott professzora. Közben 1988 és 2002 között tanszékvezető a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. Ugyanitt dékán, majd az egyetem rektora. 2003. október 10-én védte meg akadémiai doktori disszertációját. A Magyar Tudományos Akadémia 2007-ben levelező taggá, 2013-ban rendes taggá választotta. 1985-ben szentelték pappá Budapesten, 1999 és 2002 között a Székesfehérvári Egyházmegye segédpüspöke, 2002-től az Esztergom Budapesti Főegyházmegye érseke, 2003-tól Magyarország prímása, majd 2003. szeptember 28-án vált a pápa választó bíborosi testület tagjává. 2005-től 2015-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt, 2005-től 2016-ig az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának elnöke. 2016-ban Széchenyi díjjal tüntették ki. Szabó István püspök, teológus, egyetemi tanár. 1981-ben a Budapesti Református Teológiai Akadémián szerzett lelkészi oklevelet. 1982 és 83 között Chicagóban a magiszter teológiai fokozatot szerezte meg a McCormick Teológiai Szemináriumban. 1994-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen teológiai doktorátus szerzett. 1998-tól 2015-ig a Pápai Református Teológiai Akadémián, ez nem keverendő össze a Római Pápai Intézettel, a Pápai Református Teológiai Akadémián a rendszeres teológiai tanszék, tanszékvezető tanára, 1999-től egyetemi tanár. 2002-ben habilitált az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. 2015-től a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára a rendszeres teológiai tanszéken. 1981 és 1982 között Sáregres sem volt segédlelkész, 1983 és 85 között Budapest Józsefvárosba került, mint beosztott lelkész, majd 1997-ig a Budapest külső ülőjüti missziói egyházközséget vezette. 1997-től a Budapest Budahegyvidéki Református Egyházközség lelkészi vezetője. 2003-ban választották meg először a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé, amely titulusban harmadik ciklusát 2015-ben kezdte meg. 2015-től a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökévé választották. 2017-ben Széchenyi díjjal tüntették ki. Ahogyan hallottuk, mindkét leendő megszólalónk, mind egyházának, mint a teológiának jeles személyisége. Elsőként mostani kollokviumunkon felkérem eminenciás főtisztelendő Erdő Péter bíboros urat, hogy tartsa meg előadását. Főtiszteletű elnök püspök úr, igen tisztelt rektor úr, rektor helyettes úr, hölgyeim és uraim! Reform vagy reformáció?
Amikor az idén a reformáció kezdetének 500. évfordulójára emlékezünk, ökumenikus összefüggésben joggal mondjuk, hogy az évforduló inkább megemlékezés, mint ünnep, inkább a múlt eseményeinek tanulságait kereső jövőbetekintés, semmint az elmúltkor eseményeinek puszta megelevenítése. A mai köznyelvben a reformáció méltán kapcsolódik össze a protestantizmus klasszikus nagy vezéralakjainak, Luthernek, majd Calvinnak a nevével. A maga korában azonban, 500 évvel ezelőtt, a kifejezés egyáltalán nem számított újdonságnak, hiszen akkor már több mint 100 esztendeje újra és újra szó volt a szükséges megújulásról, az eredetekhez való visszatérésről, amit annak idején reformációnak neveztek. Szinte jelszóként ismételték újra és újra egyházi körökben a reformáció in capite et in membris, vagyis a főben és a tagokban való megreformálás szükségességét. A konstanci zsinatot, majd a Bázel, Firenze, Ferrarai zsinatot reform zsinatoknak is nevezték. De mi volt a helyzet, amely a nyugati egyházban újra meg újra ezt a gondolatot előtérbe állította? Elsősorban az a jelenség sorozat, amit úgy nevezhetnénk, hogy az egyház intézményes összefonódása a feudális társadalommal. Már a 11-12. Század fordulójának nagy küzdelmei is az investitúra harcról szóltak, már 7. Gergely pápa mozgalmát is reform pápaságnak nevezték. Tény az, hogy a közép- és észak-európai népek keresztény hitre térésekor az egyház szervezetének kiépítésében döntő szerepet játszottak az uralkodók. Az egyház működését pedig az egyes tisztségekhez rendelt javadalmak biztosították. Ennek a rendszernek az alapja a földbirtok volt, amely adományozásánál fogva hűbéri jellegű függéseket eredményezett. Nem csak az egyházmegyék és a plébániák, de többnyire a monostorok is ilyen konstrukcióban keletkeztek. Magyarországon például Szent István nevéhez már apátságok alapítása fűződik. Később pedig egyes rendek, például a premontreiek, nemzetségfők által tett alapításokat is elfogadtak. Erre a helyzetre emlékeztetnek akár itt Budapest környékén is a zsámbéki templom impozáns romjai, vagy az ócsai református templom ősi épülete, mely hajdan ugyancsak premontrei prétosság volt. A különböző terhek és szolgáltatások rendszerében jelentős fordulatot hozott a 14. század eleje, a pápaság avignoni fogsága. Ebben az időben a pápai udvar távol került a működését addig leginkább biztosító közép-itáliai birtokoktól. Egyre inkább szorgalmazta a nagyobb javadalmak betöltése alkalmából járó illetékek befizetését, a különböző járandóságok pénzbeli behajtását, sőt, a kisebb javadalmakra kivetett pápai tized begyűjtését is. Méltán állapította meg már Henri Pirenne, hogy az avignoni pápaság döntő módon hozzájárult az európai pénzgazdálkodás és árutermelés kifejlődéséhez. Ugyanakkor a pápai tizedszedők megjelentek Magyarországon is. Jegyzékeik, melyek a Monumenta Vaticana Hungariae sorozatban hozzáférhetők, rendkívül értékes dokumentumok Magyarország török hódoltság előtti településeiről. A nagyobb javadalmak pápai betöltésének egyre gyakoribbá válása bonyolult szabályok kidolgozását kívánta meg. A pápai kancellária regulái, melyeket eleinte minden pápa hivatali idejének kezdetén új formában bocsátott ki, később pedig állandó szövegként szilárdultak meg, ezekben a regulákban igen sok előírás vonatkozik
a javadalmak pápai adományozására távoli vidékeken, sőt, a meg nem üresedett javadalmak várománygyanánt való odaítélésére is, ami szintén előzetes illetékek lerovását kívánta. Természetesen megjelent az uralkodók részéről is, a legkifejezettebb formájában talán Franciaországban, hamarosan azonban másutt is, annak igénye, hogy jelöltet prezentáljanak, vagy akár hivatalviselőt nevezzenek ki a püspökségekre és más fontos javadalmak élére. Ebben az összefüggésben jelent meg luxemburgi Zsigmond igénye is az úgynevezett főkegyúri jogra, amit aztán a konstanci zsinaton szereplő bíborosok ígérvény formájában el is fogadtak. Később pedig, mint a legendás konstanci bullára hivatkozott rá a magyar szakirodalom. Május Elemér adta közre ennek szövegét. Azóta világos a dokumentum pontos jellege és tartalma. A pápák kifejezett formában sohasem ismerték el, hogy a magyar királynak a püspökségekre nézve joga lenne nem csak jelöltet prezentálni, hanem olyan nevezést, nominációt végezni, amely után a kinevezett személynek már joga van a javadalom bevételeihez is. A kinevezés gyakorlata jó ideig nem is tükrözi egységesen ezt az igényt. Mátyás király azonban már igen határozottan ragaszkodik mindezekhez, és érvényt is kíván szerezni nekik. Most időközben az egyház belső életét számos reformmozgalom élénkítette fel. Közöttük a legkiemelkedőbb a koldulórendek elterjedése volt. Ám a ferences örökség sem volt egységes. Fejlődését hosszú konfliktusok kísérték, és radikális túlzások tarkították. A késői középkorban azután, különösen Németalföldön és az azzal határos vidékeken új jámborsági mozgalmak keletkeztek, és új szellemiségű szerzetesi kongregációk alakultak. Eckhart mester, Johannes Tauler vagy Boldog Szúzó Henrik, de akár Kempis Tamás vagy Jan van Rösbrück ennek a lelki megújulásnak az emblematikus személyiségei. A megújuló lelkiség és a klasszikus skolasztikán túli teológia olyan képviselőkkel büszkélkedhetett, mint Johannes Gerson, Jean Gerson, a Párizsi Egyetem kancellárja, vagy a Karthauzi Dénes, aki teológiai és filozófiai munkásságán túl a lelkiség területén alkotott maradandót. A filozófia és a teológia új útjait kereste, de az egyház megújításának programjában is aktív szerepet játszott a bázeli zsinaton, majd később a pápa környezetében is Nikolaus Cusanus bíboros, aki különleges szenvedéllyel foglalkozott az iszlámmal való párbeszéd kérdésével is, egyrészt a De Pace Fidei, másrészt a Cribratio al-Korani című művében. Megjelentek a kor társadalmi problémáival foglalkozó, de teológiailag is igényes, nagyhatású hitszónokok, mint például Strasbourgban Johann Geiler von Kaisersberg, aki beszédeiben már német szójátékokat és vicceket is alkalmazott, konferencia beszédeit pedig a hallgatóság sorából többen jegyzetelték. Mindezek alapján olyan kép rajzolódik ki a reformáció hajnalának szellemi állapotáról, amely egyáltalán nem tűnik bűnösebbnek vagy hiteltelenebbnek, mint a korábbi évszázadok. Persze az erről való véleményformálás már nem is igazán a történész feladata. Mi volt hát az, ami általános meggyőződésé tette a reformok szükségességét? Mindenek előtt az egyházi funkciókhoz tapadó gazdasági és bürokratikus szisztéma nyomása, ami a tényleges lelkipásztori munkát komolyan akadályozta. Ide tartozik az a jelenség, hogy a hívek nyelvét nem ismerő külföldiek is újra meg újra kísérletet tettek javadalmak szerzésére, holott ezt a pápai kancellária szabályai nem is tették volna lehetővé.
A javadalmak halmozásának problémája pedig közismert kérdés volt már a 15. század során is. Ha magyarországi példákat keresünk, feltűnik az apátságok és prépostságok világi papra, sőt világi személyre bízása, vagy az a rendszer, amely szerint egyházi középjavadalmakat, kanonokságokat, esperességeket tanulmányi ösztöndíjként adományoztak, hogy birtokosuk külföldön egyetemre járhasson. Természetesen ilyenkor a lelkipásztori munkát valaki más végezte megbízásból, a bevétel kisebb-nagyobb része fejében. Súlyos teher volt az is, hogy egyes országokban a püspökségekhez olyan, ma világinak tekintett közfeladatok járultak, amelyek alig tették lehetővé, hogy a püspök lelkipásztori kérdésekkel foglalkozzék, sőt, azt is akadályozták, hogy a személy kiválasztása során a lelkipásztori alkalmasság legyen a fő szempont. Például a Mohács előtti magyar püspökök közül sokan a királyi kancellárián vagy más közhivatalokban működtek, esetleg közigazgatási vagy katonai feladatokat láttak el. Ernst Zsigmond például nem csak gazdasági funkciókat töltött be, de horvát, dalmát és szlavónban is volt pécsi püspöksége mellett. Bakulc Tamás pedig esztergomi érsekként két ízben is Bolonya civil kormányzójának tisztségét is ellátta, mégpedig úgy, hogy ott is tartózkodott. Ez a súlyos közfeladati elvárás azt is jelentette, hogy a püspökök személyesen kötelesek voltak a király mellett hadba vonulni, életkoruktól függetlenül. Így esett el a Mohácsi csatában szinte az egész magyar püspöki kar. Hogy mindez külső teherként nehezedett az egyházra, amely egy reneszánsz szemléletű világban ezt a helyzetet már egyre idegenebbnek érezte, ez a kor gondolkodói előtt egyre inkább nyilvánvaló volt. A lutheri reformáció kirobbanásának közvetlen alkalma. Közismert tény, hogy ebben a korfordulóra érett Európában különös önálló dinamikával kezdett mozogni a tőke. A pénzgazdálkodásnak, de a nemesfém kitermelésnek, a bányászatnak, a hadiszállításnak és számos más gazdasági tevékenységnek is az egyik fő szervezője a Fuggerbankház volt. Az Európán belüli háborúskodások, a nagy földrajzi felfedezések és a terjeszkedő török birodalom nyomása mellett a reneszánsz kulturális fellendülés is jellemző vonása volt a kornak. Rómában megindul a leggrandiózusabb művészeti vállalkozás, az új Szent Péter bazilika építése. Ha a korábbi évszázadokban a bűnbocsánat hirdetése sokszor a keresztes háborúkban való részvétellel kapcsolódott össze, így volt ez Magyarországon még 1514-ben is, amikor Dózsa hadait toborozták, az apostol fejedelem bazilikájának építésére való adakozást szintén búcsuk elnyerésével kötötték össze. A bűnről, az isteni irgalomról és az egyház szerepéről a bűnök megbocsátásában hosszú idő óta cizellált teológiai gondolatok fogalmazódtak meg. De a konkrét célra történő adakozás ennek az akciónak a során sajátos események sodrába került. Albrecht Mainzi érseknek például igen magas illetéket kellett fizetnie a Szentszék felé, ennek a jelentős német főpapi javadalomnak az elnyerése alkalmából. Hogy az összeget kifizethesse, hitelt vett fel a Fuggerbankháztól. Ennek fedezetéül szolgálhatott volna az a jutalék, amit a Szentszéktől kapott kiváltság koncesszió alapján a Szent Péter Bazilika javára szóló búcsú hirdetésére során összegyűlt adományokból törvényesen levonhatott. Mivel azonban a Fuggerbankház az adott kölcsön biztosabb és teljesebb behajtása érdekében gyakorlatilag átvette Albrecht érsektől a koncessziót és az ez alapján járó jutalékot, így alakulhatott ki az a helyzet, hogy a bank megbízottai együtt jártak a búcsút hirdető szerzetesekkel. A történet további részét mindnyájan jól ismerjük.
Magyar szempontból nézve különös epizódnak tűnik az 1521-es Varmszi Birodalmi Gyűlés, ahol az országot Verbőci István képviselte. Odafelé menet Esztergomban még értékes díszeket és felszereléseket kért kölcsön az idős Bakóc Tamástól, hogy hazáját méltóan reprezentálhassa. Bakóc érsek ezüst tálaival és asztali készletével fogadta Wormsban ebéden Luther Mártont. Megpróbálta rávenni, hogy engesztelődjön ki a katolikusokkal. Ezt nyilván nem elsősorban személyes teológiai meggyőződése alapján kísérelte meg, hanem azért, mert megrettent egy németországi polgárháború következményeitől Magyarországra nézve, amelyet akkor már a török támadás közvetlenül fenyegetett. Az ebéd meghívás eredménytelensége minnyájunk előtt nyilvánvaló. Katolikus reformmozgalom. Amikor a lutheri reformáció már széles körökben elterjedt és nyilvánvalóvá lett, hogy az egyház lelkipásztori megújulására van szükség, akkor teljes energiával fordultak a katolikus gondolkodók az előző években szerzett pozitív tapasztalatokhoz. Ilyen tapasztalatok elsősorban Spanyolországban gyűltek össze, ahol a félszigetnek a móroktól való visszafoglalása után elsődleges feladat volt a hatékony lelkipásztorkodás megszervezése. A nem keresztény népcsoportok elleni negatív intézkedések mellett számos pozitív megoldás is keletkezett az egyház működésének területén. A papképzés céljára szolgáló kollégiumok már a szemináriumok elődei voltak. De a püspökök tartottak számos egyházmegyei zsinatot is, katekizmusokat adtak ki, és sok más módon is igyekeztek eleget tenni lelkipásztori küldetésüknek. Az amerikai földrész meghódítása ugyancsak mélyreható következményekkel járt. Ezek között kiemelkedett a népek nyelvének megismerése és írásba foglalása, a katekizmusok készítése és a különböző Európában már ismert kézműves szakmák oktatása. Gondoljunk arra, hogy például az aszték birodalomban nem ismerték a kereket. Mindez és a gyarmatosítással járó kihívások és emberi tragédiák forradalmasították a spanyol filozófiai és teológiai gondolkodást. Megvetették a természetjogi gondolkodás és az újkori nemzetközi jog alapjait. Olyan gondolatokat vetettek fel, amelyeket később Hugo Grotius és mások fejlesztettek tovább. A trentói zsinat azután ezeket a lelkipásztori tapasztalatokat foglalta rendszerbe, és terjesztette el az egész katolikus egyházban. Időközben a humanizmus által előtérbe állított nyelvészeti és történettudományi szempontok, a szövegkritika fejlődése, mely a reformáció első nemzedékei számára is jelentős hivatkozási alapul szolgált, kifejtették hatásukat a katolikus teológiai gondolkodásban is. Elég utalnunk rotterdami Erasmus személyére, aki metsző kritikával illette ugyan kora egyházi állapotait, mégsem csatlakozott a reformáció áramlatához. Az Alcalá de Henares városában működő egyetem pedig olyan szellemi centrummá vált, amely lehetővé tette például a poliglott Biblia kiadását és a humanizmus vívmányainak integrálását a szellemi élet területén. Közben azonban a teológiai vita elmérgesedett. A frontok megmerevedtek, és számos olyan kérdés került a viták középpontjába, amelyről a mai katolikus és protestáns teológus nemzedék méltán gondolhatja, hogy nem kellett volna szükségképpen szakadáshoz vezetnie. Amikor a II. Vatikáni zsinat Unitatis Redintegratio kezdetű határozatában hitet tesz a keresztények egységére irányuló törekvés mellett, ezzel megszabja e témák tárgyalásának alapvető szándékát és irányát is. Különböző keresztény közösségekkel bontakozott ki azóta az ökumenikus párbeszéd, amelyben mérföldkövet jelentett a Luteránus Világszövetség és az Apostoli Szentszék közös nyilatkozata a megigazulás tanításáról 1999. október 31-én.
Ez a nyilatkozat példa arra, hogy régi elméleti ellentéteket is meg lehet haladni az egység iránti szenvedélyes elkötelezettség és egyben a krisztusi tanítás hűséges keresése szellemében. Hiszen a keresztény világban a különböző felekezetek tagjai többnyire meg vannak győződve arról, hogy a saját egyházuk tanítása tükrözi a leghívebben, a legteljesebben a krisztusi örökséget. Ezért hát nem várhatjuk el sem önmagunktól, sem egymástól, hogy ezt az örökséget másodlagosnak tekintve a felületes irenizmus magatartását tanúsítsuk. Az ökumenikus párbeszéd nehézségét, de egyben maradandó értékét is az adja, hogy Jézus Krisztus személyére tekintünk, és nem csak érzelmileg igyekszünk ragaszkodni hozzá, hanem tanítását és megváltói művét is őszintén törekszünk egyre mélyebben megismerni. Ez pedig feltételezi a hit világában is az igazság, az igaz ismeret lehetőségének elfogadását, a megismert igazság örömét és az egyre mélyebb megismerés és megértés keresésének alázatát. Ez a törekvés az, amely az élet számos területén a keresztény közösségek kölcsönös kapcsolatainak erősítéséhez vezethet. Ilyen területek lehetnek a teológiai párbeszéd, egyes közös liturgikus szövegek, a katekézisben való együttműködés, a Biblia szövegének tanulmányozása, a teológiai kutatásban, a missziós tevékenységben és számos más területen, például az egészségügyben, a tömegtájékoztatásban, a szeretetszolgálatban való közös tanúságtétel. Adja Isten, hogy az 500 éves évforduló hazánkban is Krisztus felé irányítsa a tekintetünket, mert minél közelebb vagyunk hozzá, annál közelebb kerülünk egymáshoz is. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen Bíboros úrnak a történelmet átívelő és végül a teológia középpontjához eljutó előadását. Most felkérem Szabó István püspök urat, tartsa meg előadását. Eminenciás főtisztelető Bíboros úr, rektor úr, rektorhelyettes úr, dékán úr, tisztelt vendégek! Amikor Fülöp Melanchtont megkérdezték, hogy miért nem retteg a haláltól, két fő pontba foglalva sorakoztatta a válaszait. Ha mód lesz rá, még többről is szólni fogok majd, most kiindulásképpen a leghíresebbet hadd idézzem. Ezt írja Melanchton önmagának. Azért ne félj a haláltól, mert discedes et liberaberis ab eromnis et rabie teologorum, vagyis mert eltávoznak tőled a bűnök, és megszabadulsz a teológusok szerencsétlenkedésétől és örjöngésétől. Azért idézem ezt, mert ma a disputára gyűltünk egybe, és remélem, hogy amennyiben Melanchton itt ülne közöttünk, beszélgetésünk végén nem érezné legalábbis e tekintetben igazoltnak, hogy miért is olyan jó dolog kimenni ebből az árnyékvilágból. De komolyra fordítva a szót, a középkor végi reformáció egyik lehetséges megközelítése és megértése az, ha felidézzük, hogy a 16. század disputáló korszak volt. Természetesen a disputa egyáltalán nem újszerű jelensége, vagy innovációja volt a 16. századnak, hiszen a középkori egyetemek kellő keretet és szabadságot biztosítottak azoknak a vitáknak, amelyek a középkorban folyamatosan hozzásegítették a kereszténységet ahhoz, hogy átfogó, rendszerezett, mind metafizikai, mind erkölcsi szempontból megalapozott, és racionális érvekkel végigvezetett világkép jusson érvényre az akkori Európában. Ha valamiről, akkor talán éppen a középkor alkonyáról mondható el az,
amivel Emil Durkheim, a francia szociológus jellemzi a vallást, eszerint a vallás az emberi közösség, a társadalom koherenciáját szolgálja. Mindazáltal a 16. században a disputa, amely egyszerre volt intellektuális csata és elkötelezett igazságkeresés, kikerült az egyetemek falai közül, és megjelent a magisztrátusok, az országgyűlések, a politikai közösségek világában. És azok a dialógus szabályok vagy disputa keretek, amelyek korábban a maguk medrében tartották a vitákat, számos új elemmel egészültek ki. Jórészt ezek megértésével és feltárásával foglalatoskodik azóta is meg annyi történész. Ilyen például a gazdaság szerkezeteinek átalakulása, a tudományos világkép változása, az ismert világ robbanásszerű kitágulása, vagy a szeretet elvének átalakítása toleranciává, ez már a 20. század, vagy az emberi közösségek konfliktusainak kioldása a végtelen szabadság eszméjébe, ez pedig már a 21. század. Mi a 21. században hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a 16. század az egymásnak ellentmondó és feloldhatatlan kinyilatkoztatások korszaka volt, amikor erős és akaratos individuumok, akár az egyház közösségének megbontása árán is, mindenképpen érvényre akarták juttatni meggyőződésüket. De több száz év távolából, számos szomorú történelmi emlékkel és a kölcsönös megengesztelődés készségével talán már higgadtabban nyithatnánk újra az akkor lefolytatott, vagy éppenséggel le nem folytatott, legalábbis befejezetlenül hagyott vitákat, például a kinyilatkoztatás forrásáról, a hit és cselekedetek viszonyáról, a szentségekről, a szeretet a karitász erejéről, Krisztus közbenjárásáról, vagy egyáltalán az egyház természetéről. Az a teológiai munka, amely ma az ökumenikus mozgalom keretein belül folyik, még ha olykor kétséges vagy bizonytalan eredményekkel is, jó reménységet ad arra, hogy újra és újra végig lehet tárgyalni a reformáció korának nagy kérdéseit is, anélkül, hogy tovább mélyülne az egyházak közötti szakadék. Ehhez azonban számos körülményt is figyelembe kell venni, én most ezek közül csak néhányat hozok ide. Melanchthon az imént idézett feljegyzésében rögzítette, hogy nem csak azért nem fél a haláltól, mert végre megszabadul a teológusok őrjöngésétől, hanem mert az üdvösségben, Isten színről színre látásában meg fogja érteni, hogy miképpen kapcsolódik össze üdvözítő Krisztusunk két természete. Ad extris, veniis it lucem, videbis deum, intuhebiris filium dei, mondom rektor úrnak, meglátod Istennek fiát, disses illa mira arcana, quinahac vita intelligere non potuisti, cursiximus condite, qualisit copulatio duarum naturarum in Christi, vagyis világosságra mégy, meglátod Istent, szemlélheted Isten fiát, megismerheted a csodálatos titkot, melyet ebben az életben nem érthetsz meg, hogy miért így vagyunk teremtve, és milyen a két természet egyesülése Jézus Krisztusban. Ez azt jelenti most, vagy hadd alkalmazzam így, a reformáció korában azért lehetett egyáltalán disputálni, még ha olykor rossz szenvedéllyel és felelőtlen indulatokkal is, mert a 16. századi európai kereszténység mindenestől közös alapon állt. Ez leginkább abban mutatkozott meg, hogy egységes világképe, isteni üdvözítésre tekintő teológiája, a kalkedoni dogmához igazodó krisztológiája és az antik és keresztény erénytanyra épített antropológiája volt a vitatkozó feleknek egyaránt mindegyik oldalon. Meggyőződésem, hogyha el is halványodtak, és a mögöttünk levő 500 esztendő szellemi világában peremre is szorultak ezek a meghatározottságok, ezek jellemzik ma is egyként a keresztény közösségeket. Ezt pedig azért tartom fontosnak megemlíteni, mert különösen a 20. század kezdete óta
A változó nyugati civilizáció újabb és újabb platformokat kínál a kereszténység belső dialógusa számára is. Mindazáltal, még ha a kortársi filozófia fő áramai, a jelenlegi politikai világalakítás, a gazdasági élet általános törekvései, vagy a világunkra reflektáló művészeti belátások egészen mást is sugallnak, és folyton más területeken kínálnak az egyház számára is intenzív részvételt e világ valóságában, a kereszténység fő üzenete az, amelynek csodálatos titkát Melanchthon az eljövendő üdvösségben remélte megérteni, nevezetesen abban, hogy az ige testélet közöttünk lakozott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt igazsággal és kegyelemmel, ahogy János evangélista mondja. A kereszténység minden idők jó meghatározása szerint Krisztusból veszi a nevét. Krisztiánosok vagyunk, akiknek egyetlen identitás tényezője maga Jézus Krisztus, mert őre alapozódik a hitünk, és ezen a hiten tájékozódva törekszünk életünket az isteni kegyelem alakító erőihez igazítani. Ez szóval nem a reformátorok kizárólagos principiuma, partikula exkluzívája a solus Christus, hanem az egész kereszténységé. Tudjuk jól, hogy a 17. század közepe óta, amikor a veszfáliai béke lezárta a 30 éves háborút, azt a háborút, amelyről nehéz eldönteni, hogy vallásháború volt-e, vagy különböző felekezetekre és vallási meggyőződésekre ürügyül hivatkozó területi átrendezése Európának, ez szóval a veszfáliai béke után több száz évig inkubált helyzetbe kerültek Európa keresztjénei. Hitvallási értelemben kiki a maga felekezete kapszulájába került, és anélkül, hogy kinek-kinek párbeszédet kellett volna folytatnia a kálvinistáknak a luteránosokkal, vagy a római katolikusokkal, vagy az anglikánokkal, és megfordítva, elmondhatta a maga meggyőződését úgy, hogy a másik meggyőződésén csak a cáfolás művészetét gyakorlatoztatta. Tudjuk, ennek volt olyan vetülete is, amit I. és Gyula írt meg a Reformáció emlékműve előtt című versében. Történetesen a plébános és a prédikátor vasárnap a maga templomában elmennydörögte a szemben levő templomban ülő eretnekek, illetve pápista elnyomók fölötti Jeremiádját, majd a templomból kijöve átmutattak egymásnak, újjukkal jelezve, hogy kinél és hánykor lesz délután a kártyaparti. Ezt az ökumenét kívánjuk a legkevésbé. A 20. század missziói törekvései változtatták meg alapvetően a keresztény felekezetek önmagukról és más felekezetekről alkotott és több száz évig nagy bizonysággal képviselt képét. Az evangélium hirdetés nagy ügyében elkerülhetetlen botránynak mutatkozott, hogy a misszióba érkező, a Krisztus üzenetét hozó misszionáriusok nem tudták, és jegyezzük meg, nem is tudhatták, az őket küldő és felhatalmazó felekezetek sajátos vallási, vallásszociológiai, sőt, egyházpolitikai hátterét elhagyni az üzenetből. Ha megnézzük a 20. század elejének egyház szerveződéseit az úgynevezett harmadik világban, akkor azt kell látnunk, hogy az úgynevezett nyugati kereszténység önmaga vallás felekezeti megoszlását is exportálta. Mi több, ebbe a megosztottságba foglalta bele az evangélium minden meghaladó nagy ügyét is. Mindazáltal a 21. század elején azt kell mondanunk, hogy még a terhes körülmények sem akadályozták meg Isten szent lelkét, hogy az üdvözítő Krisztus üzenetét befogadják sokan, sok helyen, mindenféle előiskola és közvetlen preparáció evangélika nélkül. Sőt, a nyugati civilizáció szellemi és vallási kűresedésének korában, itt és most Európában, és bizonyos értelemben Magyarországon is, éppen ezeknek az új keresztény közösségeknek az ereje, lelkélete, a szabadsága
és Krisztus követésére való készsége tanít minket, nyugati keresztényeket is. Azt is el kell mondanunk, hogy a világnak ezen a részein komoly és megrendítő keresztény üldözésekkel is találkozunk. A Krisztus nevéért elszenvedett mártírium pedig arra int minket, akik itt viszonylagos békében élünk, hogy egymás közötti évszázadok óta lezáratlan vitáinkat azzal az alázattal folytassuk, vagy zárjuk le, hogy bár egyáltalán nem mondhatjuk, hogy voltak éppen már a 16. században is lényegtelenek voltak, ez önáltatás lenne és hazugság, hanem inkább más módon és más lelkülettel is bemutathatók és megtárgyalhatók. Végül Melanchthon-e válaszában azt is mondja önmagának, színről színre fogod látni Istent. A keresztény közösség gyakorlásának legelemibb, ám sokszor csak mélyen rejlő vonatkozása Krisztus népének eszkatológikus szemlélete. Ma, hogy csak a mi időnkről beszéljünk, egy olyan világban élünk, amikor az erkölcsi belátások privatizálódtak. Az élet nagy teleológikus kérdései helyébe instant és gyorsan cserélgethető napi célok léptek. Ma az érzékek gyarmatosításának idejét éljük. Ma az erények a vélekedés darálójába kerültek, és az igazság egyéni joggá, mi több jogosítványjá züllik. Ilyenkorban könnyű lenne apokaliptikusnak lenni. A kereszténység azonban csak a mulandókhoz viszonyítva apokaliptikus. Az örökkévalóhoz viszonyítva eszkatológikus. És a végső remény, tudnilik a halottak feltámadása és Isten országa teljessége olyan valóság, amely teljes mértékben egységbe vonja a kereszténységet. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a földi zarándok létünk külső formái, az egyház szervezeti megjelenései, az egyház életének sajátos szabályai, a hagyományok és azok egymáshoz való viszonya, az igazság forrásának megjelölése, továbbá az emberi lelkismeret szabadságának és kötöttségének súlyos kérdései, vagy a kereszténység társadalom formáló ereje, vagy éppen arra való képtelensége, ne lennének roppant súlyú kérdések, nagyon is azok. Mindazáltal, ha egységünket keressük, akkor azt Jézus Krisztus végső beteljesülésre vonatkozó ígéretei felől kell néznünk. És végül egy utolsó megjegyzés. Utaltam a 16. században meglévő alapokra és a reformáció korabeli viták külső kereteire és tartalmára. Utaltam a misszió mindent meghatározó kérdésére és a keresztény reménységre. Mindezekkel együtt engedjék meg, hogy hangot adjak azon meggyőződésemnek, egyre erősebb meggyőződésemnek, hogy a reformációt most kezdetének 500. évfordulóján nem akkor szemléljük helyesen, ha egy jubileumi esztendő keretében gyorsan elrendezzük a fájdalmas különbségek és tartós különállások ügyét. Még akkor sem jutunk közelebb egymáshoz, ha udvarias és egyébként őszinte meghagyásokat teszünk a 16. század nagy viharai kapcsán, és kiki elismeri, hogy annak idején Wittenberg és Zürich, Genf és Róma, Esztergom és Debrecen milyen felelősséggel tartozik a dolgok mai állapotáért. Inkább azt kell meglátnunk, ahogy azt a Szentszék hittani kongregációjának Dominus Jézus nyilatkozata érzékelteti, hogy éppen úgy, ahogy a 16. században ma is, és éppen ma, a kereszténységben bárhol történik bármi, az minden keresztjént érint. A közbelső korokban, különösen a veszfáliai béke után, mint jeleztem, kiki elkülönülhetett, és próbálhatta megélni önmagában és mások nélkül a teljes keresztjén életet a maga teljesnek gondolt egyházában. Ez sokszor ma is megzavar bennünket, de szerény látásom szerint, és számomra egyre világosabban, az, hogy ami ma Nigériában, vagy Észak-Koreában, vagy Latin-Amerikában, vagy Norvégiában, vagy éppen itt Magyarországon történik, az minden kereszténnel történik.
És ha Isten kegyelmes hozzánk, akkor ez a mindenkit érintő minden nem őrült vitatkozások tárgya lesz, hanem a testvéri könyörgésé, egymásért való közbenjárásé, az alázatos igazság keresésé és a Krisztus hirdető reménységé, így az ő országára tekintve. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen püspök úrnak a disputa lényegét megvilágító és nem a felekezeti kapszulába való bezárkózó megnyilvánulását, amellyel a közös cél felé tekintett. Most, hogy megszólalóink hallották egymást, felteszem a kérdést, hogy van-e esetleg reflexiójuk az elhangzottakra, egymás előadására. Örömmel hallottam a Krisztus személyre, mint központra való ismételt és erőteljes rámutatást. Azt hiszem, hogy ez az a pont, amelyik tényleg összeköt, és amelyiknek perspektívája van mindannyiunk számára. Katolikus körökben ma két nagy gondolkodási irányzat rajzolódik ki, bármilyen gyakorlati, morális, vagy akár teológiai kérdés kapcsán. Az egyik, amelyik úgy érzi, hogy a világnak a jelenségei között szabadon el kell kezdenünk filozofálni, és hát aztán valamiféle elemeket persze vehetünk ehhez a Bibliából, vagy régi teológiai forrásokból is, de alapvetően az elsődleges ismeret forrásunk a világ, ahogyan azt ma tapasztaljuk, és a természetes értelmeire reagálunk. A másik nagy irány, amely szerintem alapvetőbb, és talán mindenünk számára, mint keresztényeknek meghatározó, az, hogy élő személyéből kell kiindulni, és mindent, ami az új koroknak az új kihívása kapcsán fölmerül, azt az ő személye, tanítása, műve tükrében és a vele való személyes kapcsolat alapján kell megközelítenünk. Én azt hiszem, hogy ez az, amit az imádság köteléke, ez az, amit a kegyelmi kapcsolat jelent. Úgyhogy a történeti Jézusnak a kutatás, az ő személyes örökségének tanításának a kutatása és beleállítása a saját korának, népének összefüggésébe, ez hihetetlenül fontossá kezd válni mindannyiunk számára. És ez a kutatás, ez föltétlenül közös, 2010-es években jelentek a hatalmas négykötetes angol nyelvű könyv a történelmi Jézus kutatásáról, amely hát nagyon sok szerzőnek a írásait foglalja össze, de hogy abból melyik szerző milyen felekezetű, az nincs föltüntetve, de a tudományos korrektség miatt nem is nagyon számít, mert amit leírnak, az nagyon pozitív adatokkal alá van támasztva. Tehát azt hiszem, hogy ilyenfajta ismereteink elmélyítése az egy fontos lépés afelé is, hogy közös válaszokat tudjunk adni. Köszönjük szépen! Igen, hálásan köszönöm Liboros úrnak, hogy emlékeztetett bennünket arra, hogy a reformáció szót nem 500 évvel ezelőtt találták ki. Kicsit korábban is, meg azelőtt is, Nem is mindig reformációnak nevezték, sokféle elnevezése volt ennek, de az egyház krisztusi alakra való visszaformálásának, vagy visszaállításának, vagy a visszavezetésének a forráshoz való visszatalálásnak az igénye, az jó ezt így kimondani, bár szeretném néha kisajátítani, ez nem protestáns proprium. És ebben finoman benne van az is, Biboros úr nem beszélt róla, én ezt a szállat fölveszem, és ha nem ért vele egyet, akkor majd kiigazít. Az a belátás is, hogy nem mindig voltak sikeresek a reform igyekezetek. A középkori nyugati kereszténységben sem, és azt mondhatjuk, hogy ha a reformáció azzal az igénnyel lépett föl, amit hallottunk, hogy főben és tagokban, tehát egy egyetemleges megújítás igénnyel lépett fel, akkor mondhatjuk azt, hogy
a reformáció sem volt sikeres, meg hát azóta eltelt 500 év, és sok nekilendülés volt, és már bűvös szó lett a reformáció. A diákjaimtól szoktam kérdezni, néha, ha nem megy a vizsga, hogy akkor kitalálta ki ezt a Szemper reformárét, és akkor mondják, hogy Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Loyola, Trentói Zsinat, nem. Ezt a 17. században mondták először, tessék megnyugodni. Éppen talán érzékelve, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, és ezt szoktuk magunknak újra meg újra mondogatni. De én a Szemper reformára helyett inkább javasolnám a Solus Christusnak egy másfajta megfogalmazását. A Solus ugye particular exclusiva, csak Krisztus, kizárólag Krisztus, egyedül Krisztus, ebből ilyen beszükítést érzünk. Inkább az igéhez igazodva mondjuk azt, hogy mindig Krisztus, Szemper Krisztus. És ha őre tekintünk, akkor ő magunkra nézve is késztetést fogunk érezni a magunk élete megújítására. Nem a régieken fogjuk számon kérni azt, amit esetleg nem tudtak végbevinni. Egyébként jelzem, én a Mohácsi csatát biztos, hogy megnyertem volna. Mert hogy visszatekintve mindig tudjuk, hogy akkor hogyan és mit kellett volna tenni. A feladvány az most van. A mi nemzedékünknek most van a feladvány. Most kell a Krisztus követést. Mikor van a mi időnk feltételei között megvalósítani. Úgyhogy találtam, ha elfogadják, akkor egy új kifejezést. Solus Christus egyenlő Szemper Christus. Köszönöm szépen. Bíboros úr jegyzetelt valamit, nem tetszene hozzászólni? Nem. Akkor, mivel Bíboros úr is említette előadásában az Augsburgi megigazulásról szóló nyilatkozatot, és püspök úr is hivatkozott itt arra gondolatra, hogy a teológusok miként tudnak közösen gondolkodni, ennek a megigazulásról szóló nyilatkozatnak a bevezetőjét hadd olvassam fel, és ezzel kapcsolatban hadd inspiráljak egy újabb tovább gondolást. A párbeszédekhez hasonlóan ez a közös nyilatkozat is abból a meggyőződésből táplálkozik, hogy az eddigi vitakérdések és tambeli elítélések leküzdése sem a szakadásokat és elítéléseket nem veszi könnyen, sem pedig saját egyházi múltunkat nem hazudtolja meg. Mégis az a meggyőződés határozza meg, hogy a történelem során egyházaink új felismerésekre jutnak, és hogy olyan fejlődések mennek végbe, amelyek nem csupán megengedik számukra, hanem egyúttal meg is követelik tőlük, hogy az elválasztó kérdéseket felülvizsgálják, és új megvilágításban nézzék. Bíboros úr említette, hogy az evangélikus és a katolikus egyház aláírták 99-ben ezt az augsburgi nyilatkozatot, amelyhez 2017-ben a Református Világszövetség is csatlakozott aláírásával. Hogyan látják, hogy melyek azok a fő kérdések, amelyekben esetleg valóban ki tudunk lépni a kapszulából, valóban együtt tudunk gondolkodni. Egyet hadd vessek így előre, egy kezdeményezést, ami már elindult, ez például egy közös protestáns katolikus bibliafordításnak az ügye. Milyen más területek lehetnek, amelyek a protestáns, illetve a katolikus, vagy a református és a katolikus felekezeteket közelíthetik a teológia és a hitélet terén egymáshoz. Azt hiszem, hogy itt egy magas labdát kaptam abban a tekintetben, hogy megigazolás. Miről beszélünk? Olyan fogalmakról, amelyeket a mai ember egyáltalán nem érzik. Tehát itt Magyarországon a saját környezetünkben azt mondja, megigazolás, hogy mitől kell megigazolni. A bűntől, milyen bűntől, tehát az áterjedő bűntől, az micsoda, milyen alapon állítsuk, egyetlen van valami ilyen. Tehát azt hiszem, hogy nekünk a saját hitünket, és nem is biztos, hogy a késői definíciók vagy megfogalmazások módján mindig, lehet, hogy elementárisabban vagy a Bibliához közelebb álló kifejezésekkel, meg kell próbálni átadni a kor emberének, akinél az a bizonyos
közös alap, amit a püspök úr említett az előadásában, az a közös kulturális alap már nincs meg. De hogy is mondja Szent Pál, hogy a pogányoknak ostobaság, a zsidóknak botrány, nekünk azonban Krisztus elé és Isten elé és bölcsessége. Tehát az akkori pogány környezetben azt mondani, hogy a názáreti Jézus az igazi messiás, tehát mi az, hogy messiás? Tehát egyszerűen a pogány környezetnek előbb el kellett magyarázni egy csomó mindent ahhoz, hogy közeledni tudjon a tanításhoz, amit az apostolok továbbadtak. Most ugyanez a probléma ismétlődik meg, ma mondhatjuk így egy kicsit gorombában, hogy a pogány világban élünk, vagy ahogyan mondták már a 30-as években, hogy Európa is missziós terület. Tehát az első meghirdetést, amikor megpróbáljuk megfogalmazni, akkor azt veszük észre, hogy a kultúra átlagos tudás szintjétől nagyon különböző fogalmakkal dolgozunk. Tehát ebben a kihívásban szerintem volna közös munkánk, hogy hogyan üssünk meg egy Bibliához közelebbi, esetleg a kultúrának a világa felé jobban interpretálható hangot. Azt hiszem, hogy például ez lehet esetleg az itt említett evangelikális közösségeknek, vagy kisegyházaknak is az egyik titka, hogy néha nagyon spontán fordulnak az emberekhez természetesen a közös imádságnak, a személyes megismerésnek és az emberek élethelyzetében való segítségnek is nagy szerepe van ebben, hogy miért érnek el sokszor sikert. Latin-Amerikában a katolikus egyház igen részletesen tanulmányozta, hogy a kisegyházak a katolikus hagyományi területen is miért érnek el az eredményeket. És ez volt az egyik Benedek pápa, azt mondta, hogy először is vegyük tudomás, hogy a saját hívő közösségünk nem ismeri eléggé a Bibliát. Ez ugye nagy probléma. A másik pedig, hogy nagyon sok helyen nem élnek közösségi életet. Tehát valódi emberi és lelki közösséget kell alkotni ahhoz, hogy ott otthon tudja magát valaki érezni, hogy legyen hova meghívni azt az embert, akivel egyszer a hitünk alapján párbeszédet kezdtünk. Tehát ebben, akár még a pasztorális módszerben is volna nagyon sok közös teendőnk. Egyébként amikor Budapesten a városmissziót végeztük 2007-ben, ugye együttesen Bécs, Párizs, Brüsszel és Lisszabon egyházmegyéivel, akkor döbbentünk rá arra, hogy milyen fontos lenne a város misszióban is a keresztényeknek az összefogása. És akkor volt is rá nagyon szép példa, voltak ökumenikus vendégeink, akik a bazilikában tanúságtételeket tartottak. Tehát azt hiszem, hogy ezzel is érdemes foglalkozni, hogy módszerben, sőt közös imádságban, sőt bizonyos közös akciókban is megjelenik. Egyébként ez az a nap olyan rendezvény, amit néha kicsit túl karizmatikusnak tartunk, néha megjelünk, hogy hát igen, katolikus fiatalok elmennek, de lehet, hogy ha hatás alá kerülnek, akkor aztán mégsem maradnak katolikusok. Tehát ezekkel a kauzélákkal együtt azt hiszem, hogy vannak olyan események is, és olyan feladatok is, amikben sokkal finomabban együtt tudnánk működni. A rektor helyettes úr egyszerre 4 kérdést tett fel a egy kérdésébe, és nem is fogok tudni mind a 4-re felelni. A megbízolás arról szóló római katolikus evangélikus megegyezéshez a református egyházak világközössége nyáron csatlakozott. A kommunikációban ezt nem szokták elmondani, hogy a csatlakozó iratnak van egy függeléke, amelyben többek között a Magyarországi Református Egyház jelzi a fenntartásait. Visszatérek a 16. századhoz. Melanchthon sem írta alá a konfesszió augusztána variátát, hanem tett egy lábjegyzetet, hogy neki egy kérdésben fenntartása van. A probléma ugyanis az, amit egyébként abból a dokumentumból is, és az azt megelőző nagyon komoly teológiai párbeszédből kiderül, hogy a megigazolása nézve a 16. századi viták során nem volt a teológusoknak mire támaszkodniuk. Ez egy 16. századi teológumenon. A Szent Háromságtan tekintetében nem kellett sokat vitatkozni, a kalkedoni dogma tekintetében nem kellett sokat vitatkozni,
elővették az óegyházi dogmákat, és ezeken nagyon sok disputa nem volt. De az, ahogy maga Luther és az őt követő reformátori nemzedék Pál apostolnak a Isten megigazító kegyelmére vonatkozó tanítását értelmezte, egészen kiegyezve, ugye nem cselekedetekből, hanem hit által, keresték a megfelelő definíciókat. Volt, aki Augustinushoz talált el, és behozta a pelágiánusnak elemeit, volt, aki Aquinoi Tamáshoz talált el, de őt szemi pelágiánusnak tartották, most elnézést kérek, hogy egy teológiai szavakat mondok itt. Egyszerűen a kis század vége talán, éppen a 20. században érthettük ezt meg, hogy miről folyt a vita, el kellett terni 400 évnek, hogy nem a cselekedetekről van szó, a luteri leírások szerint, hanem róla, magamról. Ő maga által nem igazol meg az ember, ezt jelenti, hogy nem cselekedetekről igazolunk meg. A fenntartások a közös nyilatkozottak kapcsolatban az, hogy ennek a dokumentumnak a záradékát is el kell olvasni, és örülnék, hogyha a viták és a diskuták jó értelmű újranyitása, újratárgyalása kapcsán előbb-utóbb sor kerülne az anatémák nem meg eltüntetésére, mert azokat nem lehet eltüntetni, tehát a történelmi, bocsánat, csúnya képet mondok, tehát a fotóról ne satírozzuk ki, ami eredetileg ott volt, de a hegesedés, a sebgyógyítás műveletére szükség lenne, vagy hogy ne legyen ezeket újra meg újra felszakítani. Azért abban a nyilatkozatban még ez a várat magára, valószínűleg ez a jövőnek a kérdése. És én bátran azt mondom, hogy talán az anglikán teológusnak, William Templinek van igaza, aki az 1920-as, 30-as évek akkor kezdődő ökumenikus párbeszédében, amikor sokkal több, ha szabad ezt mondani, rajongás, vagy elvárás, vagy reménység fűződött ehhez, egy higgadt és bölcs megjegyzést tett, hogy a nagy dogmák tekintetében, a nagy tanítások tekintetében az óegyház zsinatai döntésre vittek mindent. A protestánsok és az óegyház zsinatok végzéseit elfogadják ebben a tekintetben. Egység van, egy artikulus nincs tisztázva, az egyháztan. De hát az egyháztan nem önmagában álló, elvonatkoztatott függelék, vagy valami, azt mindig abban az életvalóságban tudjuk megérteni, amiben benne vagyunk. A kinyilatkoztatás forrása a Szentírás. Boldog lennék, hogyha közel jutnánk egy közös bibliafordításhoz, hiszen a fordítás az értelmezés, a fordításhoz fordítás, a fordításhoz mindig a maga korának a nyelvén szól. Egy példát hadd hozzak és befejezem. Károly Gáspár a Nagymedvét úgy fordítja, hogy Göncölszekér, Mölius Juhász Péter meg úgy fordítja, hogy a Göncölszekeret, hogy Szent Péter szekere. Mert hogy Biharban a Nagymedvét Szent Péter szekerének fordították. Most ezt hagyjuk a csillagászokra, mert a tudománytörténészekre, csak egy pillanatra megértjük, hogy a 21. században a Szentírást lefordítani, az egy értelmezési munka, és lehet a Szentírást úgy fordítani, hogy benne vannak a mi 500 éves, 1000 éves, 2000 éves tapasztalatunk. Hát hogy ne lehetne? Hogy ne lehetne? Hát ennek a munkának nekiállni, és ennek a révén az igehirdetést, az elmélkedést, a kegyességet, az imádságot, a liturgiai szövegeket, meggazdagítani, többletet vinni bele, én ezt óriási lehetőségnek látom. És a legutolsó megjegyzés, az 500. évfordulón sokszor szoktunk hallani, hogy de kár volt a Krisztus varratlan köntösét széttépni.
azt nem tette szét senki. Mert azt mondja János evangélista, hogy sorsot vetettek a köntösére, hogy beteljesedjék a profécia. Beteljesedett a profécia. Legfeljebb, mi megyünk el nagyon messzi Krisztustól és egymástól, a köntös nincsen szétszaggatva. Ha közel vagyunk Krisztushoz, akkor látjuk, hogy egybe van az, és mindannyiunké, ha Krisztus a miénk. Köszönjük szépen, ez egy nagyon szép zárszó volt. A reformációt elindító luteri 95 tétel első tételét hadd idézem fel befejezésül. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Így legyen ez mindnyájunkkal. Köszönjük szépen, eminenciás bíboros úr, főtiszteletű püspök úr, kedves megjelentek, hogy együtt lehettünk, testvérként lehettünk együtt. És ha már annyiszor szóba került a Szentírás most itt az utolsó gondolatkörben, akkor mint a házigazda vendéglátóként hadd ajándékozzuk meg bíboros urat a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Károli Biblia, Vizsói Biblia, Kasszeli kiadásának hasonmásával.